Zenés bemelegítéssel vette kezdetét a máltai fiatalok paralimpiája. Kellemes őszi időjárás fogadta azoknak a csapatoknak a tagjait, akik ellátogattak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja által szeptember 21-én szervezett paralimpiára. A csapatok lelkesen csatlakoztak a kellemes mozgáshoz, melyet Suhajda Flóra személyedző, a komáromi Fit Kid vezetőedzője tartott. Az esemény a Cibor Zoltán paralimpia nevet viseli, emléket állítva az egykori világklasszis labdarúgónak, az aranycsapat balszélsőjének. 25 évvel ezelőtt halt meg Cibor Zoltán, az aranycsapat balszélsője, és ő a névadója ennek a mai játékos paralimpiánknak is, ahova 8 csapat, illetve 100 fiatal regisztrált. Sajnos az időjárás nem tette lehetővé. Hétvégén rossz idő volt, és nagyon sokan megbetegedtek, úgyhogy a tervezett létszám ellenére azért jócskán vagyunk, de sajnos nem jött el 2-3 csapat. Érkeztek Kömlődről, Tatáról, Esztergomból és Komáromból van 2 csapatunk. Az intézmény vezetője, Ravaszné Takács Márta, az esemény megnyitóján elsőként köszöntötte a fiatalokat, azzal bíztatta a csapatok tagjait, hogy mindenki érezze magát ezen a napon olimpiai bajnoknak. Dr. Molnár Attila polgármester, a verseny fővédnöke arról beszélt, fontos megélni a közösséghez tartozás élményét. Hozzátette, ez a nap a sport szeretetének fontosságára is felhívja a figyelmet, arra, hogy milyen lényeges a mozgás mindenkinek. Kitért arra is, hogy a Cibor Zoltán emlékév záró eseményei zajlanak ebben az esztendőben, amelynek a paralimpia is része. Egy nagyon fontos dolgot, a Petőfi iskolának voltunk a születésnapi rendezvényén, ahol ezt visszaidézték akkor, oda járt ő iskolába egyébként, Zoli bácsi, hogy mi az, ami egy embernek a fontos jellemzői kell, hogy legyenek úgy, hogy csupa nagybetűs emberként tudjunk rátekinteni. És azt mondta, hogy 5 ilyen dologra van szükség. A tiszteletre, a becsületre, az akaratra, és azt mondta, hogy a szeretetre, és a szeretetnek is két irányúnak kell lenni, az emberbaráti szeretetnek és a sportbaráti szeretetnek. Hát én azt gondolom, hogy ma ezen az eseményen Zoli bácsinak az intelmeit mindannyian meg tudjuk fogadni, mert mind az 5 fontos dolog, ami kell egy nagybetűs embernek, az itt megtalálható ezen a mai rendezvényen. Molnárné dr. Tár Izabella, a járási hivatal vezetője azt hangsúlyozta, a szeretet és a szolgálat 2 fontos fogalom. A szeretet azt jelenti, hogy nyitott szívvel tudunk közeledni embertársaink felé, mondta a hivatal vezetője. A szolgálat pedig az alázatot is jelenti, hogy miközben segítünk valakinek, észre se vegye, hogy segítségre szorul. Dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester az udvar rendezett környezetét és a szervezők munkáját dicsérte. Az eseményen ott volt Preininger Horváth Edina, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli régiójának regionális ügyvezetője, aki háláját fejezte ki, hogy ennyien támogatják ezt a rendezvényt. Örülünk neki, hogy valóban ezután a nehéz időszak után újra itt fogadhattuk vendégül, ugyan kisebb létszámban, mint szokott lenni, de ide jöttek hozzánk a vendégeink, a csapatok, és ismét megrendezhettük a Cibor Zoltán paraolimpiát. Ez nem csak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli régióinak, mint fenntartónak, vagy az intézménynek, vagy az önkéntes csoportnak fontos, nem azt gondolom, hogy a városnak is, hiszen a polgármester úr is megtisztelt minket jelenlétével, de a járásnak is, a járáshivatal vezetőasszony szavai is igen megindítóak voltak a rendezvény elején. Nagyon fontos számunkra, hogy egyrészt a közösségi életet tudjuk motiválni, közösségi életben való részvételre tudjuk motiválni a fiatalokat. Nagyon fontos, hogy itt látszik mögöttünk is, abba se hagyják a mozgás szeretete, és végtelen hálásak vagyunk a jó Istennek azért, hogy ilyen gyönyörű időt hozott nekünk mára, és kint lehetünk, kint mozoghatunk, a fiatalok megmutathatják, hogy mit tudnak, nagyon fontos ez számunkra. Komáromban 2 év után rendezhették meg ismét a paralimpiát, amelyet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézményének és Sorstárs Támogató Szolgálatának udvarán tartottak. A sportfeladatok között szerepelt kosárlabda, zsámolydobás, sorversenyek, rajz, sőt a résztvevők kutyás bemutatót is láthattak. Pokornyi nép Pintéri Ildikót hívtuk el a Jetro kutyájával. Megmondom őszintén azért, mert körülbelül 1 hónappal ezelőtt voltam a Szent Rita fogyatékosok otthonában, és örömmel láttam azt, hogy kutyás terápiás foglalkozás történik, és hogy mennyire pozitívan hat a gyerekeknek a fejlődésére. Az Ildikó is rendszeresen el szokott hozzánk látogatni, és úgy gondoltam, hogy
hogy a kutyákat szeretik a gyerekek, és azt az energiát, azt a pozitív energiát, amit a gyerekekre, fiatalokra rávetít, azt éljék ők is át. Az esemény végén minden fiatal olimpiai bajnok lett, hiszen mindenki éremmel a nyakában távozott a sportos eseményről. Köszönjük szépen a főtámogatónknak, dr. Molnár Attila városunk polgármesterének, aki egyben a mai rendezvényünknek a fővédnöke is, hogy szponzorálta a mai sportnapunkat. Köszönöm szépen a kulcsáros diákoknak, akik végzős, szociális, szakos hallgatók, akik segítenek a sportversenynek a levezetésében. Köszönöm szépen, hogy itt vannak a máltai önkénteseink, akik tényleg szívvel, lélekkel segítenek minden egyes alkalommal, és a kollégáimnak is, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a mai nap.